Szép jó napot kívánok mindenkinek! Búzás Mihálynak hívnak, 67 éves vagyok, még hátra van 53 évem, és ezt az 53 évet azért szeretném egy kicsit jobb körülmények között leélni. Magamról csupán annyit, hogy elmentem nyugdíjba. Hiába kerestem én a nyugdíjas éveim előtt elég jó pénzeket, a nyugdíjintézet kihasználva minden lehetőséget, kinyomta a szememet 61 ezer forint. Nem nyugdíja, nyögdíjjel. Na most 61 ezer forintból Budapesten egyszerűen nem tudtam volna megélni. Hát talán a rezsimet ki tudtam volna fizetni belőle. Mivel egyedül élek, egyedül kell magamról gondoskodni. Kifizettem a rezsit, minden, körülbelül maradt 10.000-15.000 forint. Egyelőre nullával. Akkor már inkább a rosszabbik. De mivel az élet folyamán elég sok mindent megtapasztaltam, elég sok mindennel foglalkoztam, avval tisztában voltam, hogy ebben a korban én már ilyen mellékállásból, vagy bármilyen munkakörbe sehol nem fogok tudni elhelyezkedni, egyrészt a koromnál fogva. Alkalmi munkáknál szintén ugyanez a lehetőség lett volna számomra. Mivel már voltam vállalkozó is, ezért úgy döntöttem, hogy jó, akkor kell keresni valami olyan lehetőséget, amivel elég kevés pénzt kell betenni, tudok viszont valamit megspórolni, vagy tudok belőle kivenni. Kezembe akadt egy hirdetés, ha jól emlékszem, valakivel összejöttem, egy régi ismerősömmel, és annyit kérdezett, hogy hú, van egy tanyája Vörösváron, el kéne adni. Szóval menjek ki, nézzem meg. Jó. Kimentem Vörösvárra, megnéztem a tanyát, jó, egy kicsit le volt pusztulva, volt benne vagy 20 lovaknak való box, különböző építmények, mellékhelyiségek, egyebek, lakás, ház, minden. És hát mondom neki, jó, hát majd megpróbálok rá vevőt szerezni, de mondom, van egy ötletem, mondom, nem adnád ki bérbe. Adok érte valamennyi összeget, és megpróbál gazdálkodni. Jó, azt mondja, hát addig, amíg nem találok rá a vevőt, jó, csináld. Megállapodtunk egy jelképes összegbe, kimentem a tanyára, kértem egy kis segítséget innen-onnan, hogy kicsit fel tudjam újítani. Elmondom, ide olyan lovakat hozunk ki, amik emberek tulajdonában vannak, tehát szeretik a lovaikat, jó helyet akarnak neki, nagy legelőt, jó levegőt, és egy olyan lehetőséget, hogy el lehessen menni a környéken lovagolni. Jó, első év az kőkemény volt, de második évre azért összejött az a 25-30 ló. Ezeknek a tulajdonosai megfelelő véleti díj volt. Természetesen a véleti díjba beletartozott a lovaknak az etetése, almozása, egyebek, de lovanként maradt egy olyan durván 10.000 forint. Ezzel nagyon jó ment 5 évig, és az 5. év végén, koda tavasszal, közölt a tulajdonos velem, hogy vagy fizetek havi 250 ezer forintot, vagy pedig
felejtsem el az egészet, mert új bérlőt találtak. Mikor kiderült, hogy ki az új bérlő, hát akkor lepődtem meg a legjobban. Akit a barátomnak tekintettem, tulajdonképpen ő köpött szemen. Ez volt, 5 év múlva el kellett jönnöm a tanyáról. Ugyanott voltam, ahol eddig. Jó, valami kis tartalékom azért volt. Még az volt a szerencsém, hogy a barátnőmnek is ott volt 3 lova. És azt mondta, hogy jó, akkor Eger környékén néztek egy tanyát, megveszik, menjek oda ki, ügyeljen fölül a tanyát, és lássam el a 3 lovat. Oké, rendben, nagyon jó hangzott, elfogadtam, átköltöztem. Egyetlen egy baki volt az egészbe, a elektromos művekhez bementem, és mondtam, hogy a mai naptól kezdve én elköltöztem a tanyáról. Kész, zárjuk le a elektromos művekkel a kapcsolatot, és annyi. Annyit mondtak, hogy jó, tudomásul vették, küldjem be az új bérlőt, mert csak úgy tudják az egészet átírni. Hát az új bérlő, az bement tél elején, és közben a fogyasztás az én nevemen futott tovább. Rám vertek a 8000 forint tartozást, amit próbáltam ügyvéddel, tehát ügyvéddel együtt bementünk az elektromos művekhez, hogy tárgyaljunk velük, személyesen ben voltam, vagy 3-szor tárgyalni velük. Egyszerűen nem álltak velünk szóba. Mi történt? Rám telelték a 8000 forintot, nyugdíj 50%-a ugrott, nagyon jó, maradt 30-valahány ezer forintom. Na igaz, mondom, ebből is meg lehet élni, napi 1000 forint, be kell osztani, az kész. El lehet valahogy nyomorogni belőle. Igen, nem csak én nem az a típus vagyok, aki ül otthon a seggén, ott várja a messiást, vagy a sült galambot az égből. Na mondom, akkor van egy laptop, van internet, nézzük meg, mit lehet az interneten keresni. Avval azért tisztában vagyok, hogy elég nagy informatikai forradalom zajlik, és tulajdonképpen az egész világ változóban van. Nagyon sok szakma, nagyon sok üzleti lehetőség a valós életben megszűnik, és tulajdonképpen átmegy mind az internetre. Tehát az internet a jövő kereskedése. Itt már nagyon sokan kapizsgálnak ebbe a témába, kezdik a saját vállalkozásukat, a saját üzletüket az internetre áthozni. Mert ha nem fejlődnek, tehát nem veszik igénybe a trendeket, akkor tulajdonképpen lemaradnak, bezárhatnak, és kezdhetik előre az egészet. Az interneté a jövő. Na, elkezdtem keresgélni az interneten, és találtam egy olyan lehetőséget, amit úgy hirdettek, 100% online, 100% jutalék. Igaz, hogy találtam én már ezelőtt is egy csomó ilyet, nem tudom, valamiért ez megfogta itt belül a fogaskereket, és elkezdett zakatolni. Nézzük meg, hogy mi ez. Jó, írtam egy e-mailt, akitől kaptam ezt a lehetőséget, hogy egy kicsit bővebben, egy kicsit részletesebben szeretnék róla tudni. Tényleg nagyon fel volt, megírta, hogy tényleg 100% online dolgozunk,
egy vírusmarketing rendszer alapján, ez teljes egészében ki van dolgozva, most már magyarul is. Ez annyit jelent a vírusmarketing, mert rákérdeztem, hogy nem kell senki után szaladgálnom. Itthonról, a karosszékbe ülve, vagy a fotelbe ülve, vagy például most kint ülök a teraszon, innen lehet dolgozni. Annyi a teendőm, hogy napi 1-2 órát az interneten dolgozom. Mit dolgozom? Vagy egy videófelvételt készítek, vagy cikkeket írok, és ezeket a cikkeket egy automata rendszer tulajdonképpen kiközvetíti az emberek felé. Akik úgy vannak vele, mint én, hogy egy havi 50-100 000 forint plusz pénz, tehát plusz jövedelmet tudjanak generálni, tudjanak csinálni, azoknak ez nagyon jó lehetőség. Én az első hónapban visszakaptam a becsatlakozási díjamat, amin először meg is lepődtem, már nem azon, hogy visszakaptam, mert az nagyon jó esett, hanem a becsatlakozási összegen. Mikor közölték velem, hogy 25 dollár. Tessék, mennyi? Hát az 5-6 ezer forint két mozi egy ára. Ez komoly? Nem maradt el róla egy nulla vagy kettő? Nem, tényleg ennyi. És ezért a 25 dollárért, ha ezt csinálom naponta 1-2 órát, akkor meg tudok keresni egy havi 50-100 ezer forintot. Ha ennél egy kicsit nagyobb összeget akarok keresni, tehát mit tudom én, 100-150 a célom, akkor még plusz 19-90 dollárt be kell fizetni, mert akkor egy bővebb lehetőséget kapok. Én két hónapja csinálom ezt az ügyletet, ez az Empower Network, és a második hónapban már elértem azt a célomat, hogy dupláját kapom meg annak, amit az elektromos művek letiltott tőlem. Tehát egy 90 ezer forintból tudok jelen pillanatban élni. Az egy kis kellemes, azért már kellemesebb, mint 30 ezer forintból úgymond nyomorogni. Két hónapja csinálom, két hónap alatt ez az eredmény. Hogy a harmadik hónap végén mi lesz, még nem tudom. De nagyon tetszik, csinálom napi 1-2 órát, vagy egy videót csinálok, vagy egy blogot írok, vagy valami hasznos dolgot felrakok az internetre, és olyan embereknek ajánlom, akik hasonló cipőbe járnak. Tehát keresnek egy olyan lehetőséget, amit otthonról, napi 2 órai munkával az interneten lehet csinálni, és meg lehet vele keresni 50-100 ezer forintot. Ha te is egy ilyen ember vagy, keresd meg, vagy keresd meg azt, aki megmutatta neked ezt a videót. Nagyon szívesen látna. További szép napot kívánok. Szervusztok!